7-10-ella vagyok, gyerekcsomagoldidakos. Gyerekkorom óta ismerem a tojásírást, édesanyámtól tanultam, és azóta minden évben, mint gyermek, mint fiatal, utána meg családanya, és most mint nyugdíjas, szeretettel, nagy hozzáállással művelem. Egy pár mondatba el szeretném mondani a folyamatot, ahogy a tojásírás zajlik. A kiválogatott szép fehérhajú megmosott tojásokat megfőzöm, utána pedig forró viasszal, úgynevezett kesicével, ami a szerszám, íróka, írókés, kesice, tájonként másképpen nevezik, mi kesicének nevezzük, azzal szépen vékonyan megírom a tojást. A viasznak egyik tulajdonsága, hogy nyomba ráfagy a tojás felületre. Amikor a tojást megírtam, akkor langyos festékben megfestem. A megfestett tojásokat kiszedem egy szalvettára, és utána, miután rászárad a festék, forró langyal kitörülöm, felforrósítom újra a tojást, és forró langyal letörülöm róla a viaszt. A viasz alatti rész az megmarad fehéren. Amiután ezen túl vagyok, akkor fényt adok a tojásnak egy tavona darabkával, megfényezem a tojást, hogy legyen tetszetősebb, legyen szebb. Évek óta a Szárhegyi Szépteremtő Kalákába, és utána pedig az úgynevezett tártos táborba tevékenykedem. Húsvétáján a húsvét előtti két hetet a Gyergyói Tájházba a gyermekek tanításával foglalkozom. A néprajzos barátnőmmel is a tojásíró barátnőmmel együtt. Sok mindent lehetne ennek kapcsán még. Sok fortéja van, sok mindent lehetne mondani róla. De ki kell próbálni mindenkit arra biztatni, szeretettel. Elvár a húsvét előtt a tájházba, vagy akár a háznál otthon is, baráti körbe. Szeretettel megtanítunk mindenkit, aki igényel. A családom majdnem minden tagja, még a legkisebbek is kipróbálták, hogy nem kell félni a forró viasztól, a görbevonaltól, mert végére olyan lesz, amilyennek kell lennie. Szeretettel várni minden hagyományőrzőt, hagyomány szeretőt, aki úgy érzi, hogy meg szeretné tanulni, vagy ki szeretné a fortéjainkból esetleg valamit el szeretne, ha már tudja is, de két kéz nem egyformán ír, két mes.